nekem mesélnek, annak ellenére, hogy a műsor címe megint mesélek, de hiszen ezt már úgy is tudják. A lényeg az, hogy az atlétikáról, közelebbről a futásról lesz ma szó. Mitől tudnak még mindig javulni az eredmények? Melyek az eszközei? Emberi tényezőke, tárgyi dolgok? Egyáltalán mi? És ehhez lesznek segítségemre ma esti vendégeim. Deák Nagy Marcell, 400-as csúcstartónk, 42, köszönöm. És dr. Kovács Dusán, aki viszont 400 gáton, az idén nem tudom, Dusán, tudod, hogy az idei legjobb eredmények közt a te eredményeddel hol lennél, 48-45? Hát ilyen 10-12 környéken. 11. pont, fantasztikus. Azt szeretném, ha segítenétek, hogy hol vannak azok a pontjai a mérhető sportágaknak egyelőre, tehát így az atlétikának is, ahol ráteheti az ember a kezét, vagy megfoghatja azt, amitől javulnak az eredmények. Mert a laikus ember azt gondolná, az ember már fizikálisan nem tud még többet produkálni. Tehát mik azok a tényezők? Hány évesen lett egyáltalán az a gondolat a fejedben, mikor született meg, amikor úgy gondoltad, hogy atlétika legyen? Hát mondom, az az általános iskolában jött elsősorban, mint minden gyerek, én is egy eleven gyerek voltam, és Balassagyarmaton is próbálták az energiáimat extra edzésekkel, de akkor még csak tornatermi edzésekkel kicsit lecsökkenteni. 10 évesen voltam először mezei futóversenyen, amit megnyertem, erről van az első oklevelem, ami a pályafutásomnak az elsődleges tájékozódási pontját adja, és igazából... Bocsánat, hogy közbe-közbe szólogatok, nem bátorított senki, hogy tehetséged van hozzá, csinálni. Nem, akkor még nem, akkor egy voltam a sok és közül. És éppen futni szerettél legjobban? Hát az volt a kézen elérhető, tehát a Balassagyarmaton nem volt, most talán lesz majd egy szoda is, akkor lehet majd úszni is, de... Igazából a csapatjátékok sem vonzottak, már azon kívül, hogy játszottunk esetleg így az edzések végén, de a futás az kézzel fogható volt ott is. És hát azzal, hogy nyertem egy-két ilyen mezei futóversenyt, gyorsabb voltam. Korosztályban. Korosztály, tehát 10-12 évesekről beszélünk. Ezzel azért már a testvérő tanárnak is odafigyeltek jobban, és 13 éves koromban, amikor fedett pályás versenyeken is kimagaslottam a tömegből, akkor lettem igazolt versenyző. Akkor mondták, hogy versenyek hol voltak? Ott Balassagyarmaton egy kis csarnok volt, egy ilyen 80 méter hosszú, és akkor ott 60 méter távlugrást, ilyeneket lehetett csinálni, és hát sokkal jobb voltam az átlagosnál, és így kérték akkor, hogy 84-ben, 13 évesen legyek igazolt versenyző, a balassagyarmati színekben versenyezzek. És akkor innentől már azt mondom, hogy edzőt kaptunk, és hát akkor mi nagyon sokan azért 40-50-en jártunk edzésre, akkor már olyan keretek között tudtunk készülni, ahol figyeltek ránk. És 15 éves koromtól kerültem Szabó Bélához, aki már a serdülőkkel és nálán a idősebb versenyzőkkel foglalkozott. Aztán majdnem, hogy végig kísért a pályát. Onnantól 31 éves koromig, amíg befejeztem, ő végig az edzőm volt. Ez ritkaság azért. Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, igen. És egyébként szerintem az egy fontos része, ha már itt a tehetséggondozásról beszélünk, hogy kell egy jó anyag, tehát kell egy ember, aki arra a sportágra és arra a versenyszámra alkalmas. Itt nagyon sokféle paraméter alapján lehet szűrni. Majd mindjárt arra is rátérni. Oda se fog jutni. A másik pedig, hogy ha már megvan ez az jó emberanyag, kell egy olyan edző, aki megérzi, hogy ebből versenyzőből hogy lehet eredményt kihozni. Az edzői képességek azt gondolom nagyon fontosak. Szokták kérdezni, hogy az edzőnek hány százaléka van a munkában, tehát a sikerben, hogy 50-50. Én mindig azt mondom, hogy ugyanúgy 100%, mint a versenyzőinek, mert ha a versenyzőnek nem érzi a rezdüléseit az edző, nem képes például jól összerakni a felkészülését, úgy formába hozni, hogy abból a versenyzőt tényleg a legjobbját hozza ki egy versenyen, akkor megbukott a közös együttműködés. Két dolog jut erről eszembe, az egyik például az, hogy általában volt egy olyan, mondhatnám szinte közhiedelem a sporton belül, hogy hát vidéken nincsenek olyan kapacitású edzők az atlétikában, akik annyira fölkészültek, annyira napra készek, annyira követnék a nemzetközi trendet, hogy azok igazán nagy versenyzőt tudnak nevelni. Azt gondolom, hogy valahol ez bizonyára megállja helyét, hiszen ezek nem véletlenül alakultak ki. Lehetőségek is sokkal kisebbek, vagy ha valaki komoly edző szeretne lenni, az alapvetően Budapest és környékében gondolkodott szerintem mindig. Hiszen... Szabó Béla tekintetben hova sorolt, messzen vele tartottál mindvégig? Ő is járt Budapestre edzésre, de ő mindig is vidéki edző maradt, hiszen
oda kötötte őt is az egyesületen keresztül az én személyem is, illetve hát ő Budapestre hozzám járt fel edzésre, mert ő igazából gimnázium végéig vitte a tanítványait. Uh-huh. Tehát felnőtt korban, 20-22 éves kor fölött nagyon kevesen maradnak már meg vidéken is az atlétikában, magában a sportban. Elmennek, tanulnak Budapestre, vagy az ország különböző pontjaiba, ahol ha van esetleg más atlétikai központ, bázis, akkor ott lehet edzőtáborhoz, vagy lehet edzeni és edzőt választani, de ott Balassagyarmaton azért nagyon szűkek ezek a lehetőségek, mert ez egy nagy város, és nagyon sok diák van benne, de nincs egyetem, nincs főiskola, tehát 18 éves kor után a versenyzők, vagy addig sportolók elmennek általában a városból, hogyha fontos számukra az, hogy sportoljanak. És a gyakorlatban benne van az is, hogy ilyenkor az addigi edzője, vagy aki foglalkozott vele, átadja ennek az új embernek, igen, és elmondja, hogy mi mindent kell, igen, vele kapcsolatosan hát tudni. Hát ha jobb esetben elmondja, konzultálnak, rosszabb esetben csak elmegy és keresem meg egy másik edzőt. Én szóval nekem is az általános iskolába kezdődött, sportiskolába kerültem a felső tagozatba, és hát valamilyen sportot muszáj voltam választani. Először miért? Hát mert sportsuli volt, és kötelező volt sportolni valamit. De már eleve sportiskolába jártál? Sporttagozatos, igen, osztályban. Az otthoni késztetés volt, vagy te akartad? Hát igazából annyi még szerették volna, hogy mozogjak valamit, és akkor ezért irattak be ebbe az iskolába. Nekem meg nem volt el neki fogásom, amúgyis, tehát én is eleven gyerek voltam, az utcában fociztunk, fármáztunk. Hogy is? Te tudod, hogy a Dusán hát nagyon eleven gyerek volt? Eleve mert mindette, én hogy tudom, hogy csak abból gondolom. És először az úszni vittek el, mert hogy az ott volt helyben, az iskolának volt egy úszodája, de azt egy hónap után én abba is hagytam, mert nem tetszett, hogy korán kellett kelni, hideg volt reggel a víz, és akkor utána még mehettem iskolába, szóval azt abba is hagytam, és elküldtek a tesi tanár egy ilyen mezei futóversenyre. Tehát nekem is ott kezdődött végül is, és látták, hogy egész jól futok, és utána a helyi gödöllői atlétika edző. Emlékszel még arra, hogy mennyi volt a táv? Két kilométer volt, igen. És meg is nyertem ezt a futást, és akkor az atlétika edző ott a gödöllői EAC-ba, Gadonesz György mondta, hogy hát menjek le hozzá edzeni, mert látta, hogy szépen mozgok, és hogy lát bennem tehetséget. És akkor így kerültem igazából az atlétikához. Ez csak feltételezés, hát hogy abszolút hülyeség, hogy mi tetszett a dologból, a tény, hogy a futás milyen klassz dolog, vagy az, hogy itt menő vagyok már is. Hát igazából akkor még szerintem nem gondolkodtam ilyenen, hogy most ott menő vagyok, vagy nem. Hát abban a közegben az lettél. Hát az lettem, de egyszerűen megszerettem ezt a sportot. Nagyon jó volt a társaság is, az edzőt is szerettem, és tehát jónak tűnt alapból már ez. Tehát sokkal jobbnak tűnt alapból, mint az úszás, ezért meg is fogott. Uh-huh. Szóval így maradtam annál, és akkor ugye szépen elkezdtek jönni az eredmények, gyerekversenyzőként is azért látszott, hogy kiemelkedem a többiek közül, és egyre több lehetőséget kaptam, és aztán átkerültem egy másik edzőmhöz, Benkő Ákoshoz, aki hát, majdnem 20 éves koromig vitte a pályafutásomat, tehát ő alatt értem ugye a legszebb sikereimet, és nála váltam igazán úgymond profi atlétává. Mert az első egy 4-5 évben úgymond ez csak ilyen, tehát hobbi szint volt nekem, szerettem a társaságot, lejártam, egészséges voltam, mozogtam, és akkor látták, hogy jönnek az eredmények, és akkor én is úgy magamba értékeltem, hogy akkor van értelme csinálni, van értelme ezért áldozatot hozni, van értelme, hogy amikor mások mondjuk este elmennek valóban, akkor én inkább otthon maradok, és akkor így alakult az, hogy végülis hát profi sportról lettem. De akkor ő neki a második edződnek, Benkő. Benkő Ákos. Benkő Ákosnak igencsak lehetett szerepe benne. Igen, nagyon. Hát ő ilyen, úgymond nekem ilyen nagypapám is volt, tehát mindenben támogatott, és tényleg ő tehát nem csak atlétát, hanem elsősorban inkább embert szeretett volna belőlem nevelni, tehát az egész életpályámat úgy támogatta, a sporton kívül is mindenben tanácsot adott, segített. Tehát igen, neki nagyon nagy szerepe volt, nem csak az atlétikában, az egész szerintem fejlődésemben. Akkor meglehetősen fájdalmas lehetett számodra az elvesztése. Hát igen, sajnos. Nagyon. Tehát nem is tudtunk mit csinálni. Sajnos én már tudtam évek óta, hogy betegséggel küzd, és tehát az utóbbi években... Ez mikor volt? 3 évvel ezelőtt? Igen, tehát az utolsó egy másfél évben elég fájdalmas volt már nézni, hogy szinte már több időt töltött a kórházban, mint velük edzésen, és mi is tudtuk, hogy... Rákos volt? Igen, tehát mi is tudtuk, hogy előbb-utóbb el fog jönni az idő. Aztán egyszer csak hirtelen ugye nagyon rosszul lett, bent maradt a kórházba, aztán jobban lett, kiengedték, és rá kb. Egy pár hétre pedig meghalt.
És ez a sporttevékenységedre is kihatással volt? Hát tehát azok az időszak főleg, amikor már betegeskedett, mert tehát nem tudott olyan úgy foglalkozni velünk, ahogy úgymond kellett volna. Tehát, és ezt ő is érezte szerintem valamilyen szinten, mert rengeteg időt töltött, ahogy elmondtam, kezeléseken a kórházba, és tehát egyedül edzettünk. Az úgy meg, tehát egy profi sportolónak azt szerintem nem működik, hogy magától edzi, nincs, aki nézze, nincs, aki felügyelje a résztávokat, az tényleg, edzést. Hadd kérdezem mindkettőtől valójában. Elvileg azt mondhatná az ember, ha van egy edzője, akivel jól dolgozik együtt, és beteg lesz, vagy elutaz, szóval valami távol tartja, de mindent megmond. És bennetek megvan a teljes készség arra, hogy ezt ugyanúgy teljesítsétek, ahogy ő előírja. Tehát az edzésterv, mondjuk nyersen fogalmazva. Mégis mi az akkor, ami akármennyire is megvan, akármennyire is meg akarom csinálni és teljesíteni, és mégsem ugyanaz természetesen. Szerintem nem is lehet eredményt elérni abból, igazán jó eredményt elérni, mert az edzőnek a szeme, a jelenléte az, hogy azt a kis apró picit technikai hibát a futásban, vagy mondjuk a technikai értelme a gátazásnál ki kell, hogy javítsa, mert az ember belülről nem érzi saját magát. Ilyen mélységben legtöbbször nem érzi. Én legalábbis azt gondolom, hogy az edzőnek... És ha tökéletesen csinálná, akkor is bizonytalan, mert nincs, aki megerősítse. Kell a külső szemlő. Bármilyen sportról beszélünk, egy külső szemlő az edző, aki ott van a pálya mellett és kontrollálja az versenyzőt, hogy mit csinál, anélkül nem lehet eredményt elérni hosszabb távon. Egy-egy jó eredmény kijöhet, de hosszabb távon ez biztos, hogy nem vezet eredményre. Látom, bólogattál, úgyhogy föltetszett csak csatlakozni. És teljesen egyetértek. Nekem is kell, hogy ott legyen az edző személyében, hogy tényleg, hogy elmondja, hogyha lefutottam, akkor elmondja valaki, hogy ez így jó volt, vagy mert az egy dolog, hogy megmondja, hogy mondjuk ebből 6-ot csináljak, de lehet, hogy ő látja, hogy most ebből már elég lesz 5 is, mert már nem olyan volt a mozgás a végén, vagy azt mondja, hogy nagyon jól mozogtam, és akkor csináljak plusz még egyet, és ugye ezt magától az ember nem tudja, mert tehát nem nagyon látom kívülről, hogy mozgok, még ha érzem is, hogy elfáradtam, de nem biztos, hogy az ugyanazt jelenti az edzőnél is. Mert nyilván az edzés cél, hogy elfáradjak, tehát ha mindig akkor abban, hogy nem, amikor elfáradok, akkor nem érne semmit. Ja, most vannak komplett iskolák, már úgy értem, hogy egy edző körül csoportosuló atléták, akik híressé is teszik az edzőjüket, nyilvánvaló, valamit tud ez az ember, föltételezhető, úgy azonos felkészültség mellett másiknak nem megy ugyanúgy, nem nincs annyi jó versenyzője. Mik azok a különbségek? Szóval mi teszi a kiválóan képzett jó edzőt, mi különbözteti meg a zseniálisan jó szemű? Szóval aki egyel több, mi az a több? Ezt kérdezem voltaképpen. Hát első körben azt gondolom, hogy tényleg a szakmai felkészültség kell, hogy legyen egy ösztönös lénye. Tehát, hogy valahol, amikor látja azt a versenyzőt mozogni, bármilyen mozgást is csinál, legyen az súlylökés vagy rudugrás, vagy csak egy szögdelés, hogy ő érezze azt, hogy ez a versenyző a dinamikájával, a mozgás kultúrájával alkalmas arra a sportágra, arra a versenyszámra, amelyben esetleg ő hozzá tud még tenni. Azért te például gátas lettél egyszer csak, ami nem egy természetes dolog, úgy értem, nem a gátakat átugrani, hanem hogy valaki, aki futónak indul, futóatlétának, az nem, vagy ő ambicionálja valamiért, hogy gátas legyen, vagy azt mondja az edző, hogy te, próbáld csak ezt meg. Én ugye, amikor elkezdtem Béla bácsival foglalkozni, tehát előtte már a Manya nénivel és a Gábor bácsival is több próbára készültünk, mert egy fiatal versenyzőt sok szempontból kell terhelni, sok versenyszámmal kell terhelni. Nem szabad specialistának. Nem. Az, hogy valaki 14 éves a magasugró, az szerintem egy bal lépés, tehát abból nem lesz eredmény hosszú távon. Ahhoz, hogy a mozgáskultúrája, a megfelelő izom, inak ereje kialakuljon, ahhoz mindenféle mozgást meg kell tanulni. A versenyzőnek a térbeli orientációja, a mozgás dinamikája is nagyon sokat tud ezáltal fejlődni. És ezért azt gondolom, hogy a legsikeresebb versenyzők hosszú távon azok, akik gyerekkorukban megkapják ezt a sokoldalú terhelést. Én 10 próbáztam, 8 próbáztam, 10 próbáztam, és a gáton többek között mindig sikeres voltam egyéni versenyszámként is. 300 gáton, 100 gáton, attól függ, hogy éppen melyik időszakban éltem. Jó magasugró, vagy a készség hozzá, az irányíthat a gátra? Hát nem pont a magasugrás, igazából a gát ez nagyon fontos minden versenyző életében, akik atlétikai pályára kerülnek, mert a gát adja az egyik legjobb koordinációt a mozgáshoz.
Tehát mindenki tanítanak gátat futni. Az, hogy kiből lesz aztán gátfutó, és kiből ezt, nem. Te pontosan érted, amit mondtál, de nem biztos, hogy a hallgatóság, vagy akár én is pontosan értem. Amikor azt mondod, hogy koordináció, az hol függ össze a gáttal? Hát az, hogy tudjuk, hogy a kezünk, lábunk éppen hol van a levegőben, miközben a gát fölött haladunk, az például egy fontos... Tehát magát a testtartás, hogy leegyszerűsítsem. Nem csak a testtartás, az önmagunk képe, hogy mit tudunk. Tehát amikor az edző azt mondja, hogy figyelj erre, vagy figyelj arra, akkor tudjam azt, hogy erre az izomcsoportra, erre a régióra kell koncentrálnom, akkor meg fogom tudni oldani. És ehhez a gátfutás, és a gátfutással való foglalkozás, annak a technikai alapjának az elsajátítása, ez hozzásegít. Van annak szerepe, hogy ahhoz is hozzászoktat, hogy bizonyos távolságonként, ugye a gátak egymástól való távolságonként, teljesíteni kell egy bizonyos mozdást, és rögzülnie kell lépésszámnak, stb. Ez is biztos, hogy benne van. Alapvetően maga a gátvételnek a technikája egy érdekes, mert ugye az embernek a egyik keze lendül előre, a másik hátra, és közben egyik lába egyenesen lendül át gát fölött, a másik ugye kicsit ilyen kifacsart pozícióban. Tehát, hogy ennek a pontos elsajátítása és ennek a begyakorlása, az iskolázása hétről hétre edzéseken, ez nagyon sokat hozzá tud tenni egy érésben lévő gyermek fejlődésének. És ezt nálad felfedezte, hogy ez neked jól megy? Ezt mindenki csinálja, nekem valószínűleg a 300 gát, 400 gát felé az tolta el a későbbiekben a lehetőségemet, hogy azt a típusú munkát, ami ahhoz kell, hogy ebben a versenyszámban sikeres legyek, azt jól el tudtam végezni. Uh-huh. Mert a legkegyetlenebb versenyszám a 400 gát, ezt sokan elmondták, én így gondolom, de tőlem furcsán néznek, hogy ezt mondanám. Azon kell mosolyognom, hogy nem magyarul, ugyan angolul, de szó szerint ez Glenn Davis-től hallottam, mert a életem első televíziós riportja, három volt a Népstadionban, három amerikai atlétában, az egyik a Glenn Davis volt, aki akkor világcsúcstartó volt 400 gáton, és ő is azt mondta, hogy ez mindennél nehezebb, ez a legnehezebb, ami létezik. Milyen érdekes, pedig hát az ember azt gondolom, próbálkoztál ezzel már? Próbálkoztam Marci. Már 400 gáttal, igen, de hát tényleg nem könnyű, az biztos. De így valahogy nekem a gát, az egy darabig én is csináltam, tehát ahogy Dusan is említett, 16 éves koromig még gátoztam, és aztán sajnos volt egy térsérülésem, és mindig fájta, hogy leérkeztem a gátról. Uh-huh. Ezért azt hanyagoltuk, és maradtunk csak a síkfutásnál. De ahogy ő is elmondta, tehát én is 14 éves koromban még több próbán voltam országos bajnok, és tehát a gát nekem is nagy szerepet játszott, különösen az edző Mákos Bá, a gát neki az nagyon fontos volt, tehát próbálta ki hozzákerült ezt mindenkit gátasztatni. Tehát ha nem lett volna sérülésem, akkor lehet, hogy én is a 400 gáton kötök, ki tudja. Na szóval hát akkor végül is ezt csak kiszúrták, hogy ez neked jól megy. És innentől kezdve neked is kedved volt hozzá. Hát benne volt mindig az edzésben ez. Ugye magyar bajnokságon is nyertem korosztályos címet 100 gáton, 300 gáton, voltam csúcstartó 300 méteres gátfutásban, de az is el kell mondanom, hogy én 22 éves koromig több próbázó voltam, és én junior VB-n, junior EB-n is több próbázóként indultam. Olyan előfordult, hogy mondjuk válogatott versenyen, mivel ott nem rendeztek 10 gát, akkor ott 400 gáton voltam válogatott, és ott indultam. Sőt, olyan is volt, hogy 400 gáton csináltam meg az adott világversenyre juniorként a szintet, de 10 próbában indultam, mert elég volt szintet teljesíteni, és akkor választottam magamnak ugyan 10 próba, mert abból azért nem volt lehetőség egy évben 5-öt teljesíteni, volt két lehetőség. Hogy rosszul tudom, hogy 7000 ponton felüli. 7630 pontos. Hát ez már valami. Hát egy jó alap lett volna később ebben, hogyha tudom folytatni a munkát. Azért nem tudtam, mert orvosi egyetemet kezdtem el 1990-ben. Igen, akkor ez is egy pillanatra, megbocsát, Marci, ez az orvosi. Tudnélik, ugye dr. Kovács Dusán orvos lehetne, elvégezte, ledoktorált, diplomás, akár meg is vizsgálhatna, ha akarna. De nem akarod. Nem tervezem. De már úgy értem, hogy nem csak a kamerák miatt, hanem nem is. Percig sem művelted, vagy igen? Nem, sosem. Kórházi gyakorlat, stb. Hát azokat végigcsináltam, ami kötelező volt, a diplomát úgy szereztem meg, hogy mindenek megfeleltem. És mindez az atlétika miatt volt? Elsősorban igen. Elsősorban igen. És a személyiségem miatt legfőképpen, azt gondolom. Tehát amikor láttam a saját lehetőségeimet az orvosi pályán, az egyetem elvégzése után, akkor én, amikor befejeztem az egyetem, akkor még azért profi sportoló voltam, tehát a legjobb éveim pont akkor voltak mögöttem,
98-ban diplomáztam, és abban az évben lett volna Budapesten az Euróbajnokság, ahol éremesélyesként indultam volna, hogyha nem sérülök meg, és aztán én magam mondtam le végig is a részvételt, ami életem, hát most már nem, de akkor a nagyon fájdalmas élmény volt ezt így megélni. Viszont azt tudtam, hogy maga az orvosi praxis aktívan művelni, az olyan, ami teljes embert kívánt, tehát abban már a következő évek sem fértek volna bele a sportba, és nagyon sok év lemaradással nehéz lett volna egyébként ezt de működtetni. Megbocsás. Hát tulajdonképpen már a pályaválasztás is egy kicsit, mert ha van pálya, ami a sport mellett jóformán elképzelhetetlen jól meg lehet csinálni, te megcsináltad ezek szerint, az az orvostudomány, hiszen az tényleg a jelenlétet megköveteli. Ez így van, és nem volt egyszer az első néhány év, amikor nem volt előnyöm abból, hogy én sportoltam, sőt, csak hátrányom volt azzal, hogy a sportot azt minden nap az edzést meg kell csinálni, viszont tanulni nem tudtam napról napra előre, és ott akkor az szigorlatok, az alapszigorlatok elvégzéséig ott kegyetlenek azért a tanárok. És érthetően, mert ők ugye van, tudták, szintos. Hogy a munkadarabod az ember, az élő ember. Ami egyébként alapvetően befolyásolta azt, hogy én nem mentem, és ezt ugye 5.-6. éves koromban már tudtam. Mikor már jártunk egyetemi gyakorlaton keretében kórházi gyakorlatra, én azt a feudalista típusú társadalmi beosztást, ami az orvosi szakmára jellemző, azt én nem tudtam. A hierarchiát. Azt a hierarchiát. Tehát az, hogy nekem ki kell várnom az életkoromnál fogva azt, hogy eljuthassak valami szintre, azt én nem tudtam volna azzal adalósulni. Úgyhogy... Ha futsz, ha nem futsz. Ha futok, ha nem. Tehát azzal nem lett volna előnyöm, hogy én milyen szuper sportoló voltam, végig kellett volna mindent csinálni, és én inkább utána közgázra mentem el, és egy másoddiplomás képzés keretében még, amíg a pályán voltam, 3 éven keresztül így tanultam, de aztán tudtam, hogy... És mire szakosodtál ott le? Orvos-közgazdász szakképzés volt. Van ilyen? Van, tehát van rajtad kívül még a világon? Van, sokan, hát ott azon a szakon is sokan voltunk. Akkor most lehetne legegyszerűbben a kórházigazgató szerepkörét mondani, aki nem akar praktizálni orvosként, de közgazdaság ismereteink keresztül elmenedzselni egy adott területen mondjuk. De hát most ne arra vidd, de hát ezt lenézik a többiek. Hát gondolom az orvosi szakma nem tekinti egyenrangúnak hát azt, igen. Aki ilyet csinál. A közgazdaság meg nem is foglalkozik azzal, aki ezt csinál, de egy olyan perem terület azt gondolom, ami egy fontos szempont lenne. No, többen ezt sem műveled. Nem, ezt sem. Mit csinálsz? Hát amikor befejeztem az egyetemi tanulmányomat és a sportot 2002-ben, ez mind a kettő egyszerre volt, abban az évben kezdődött az Eurosportnál a pályafutásom. Előző évben már oda hívtak, hogy jöjjek, nézzem meg, hát ha esetleg tudunk együtt dolgozni, Szabó Gábor volt, akivel így együtt elkezdtünk dolgozni, és ez a mai napig megvan, és nagyon szeretem, mert magában az atlétikában nem vagyok benne napi szinten itthon. De ez akkor egy pimasságot követtem el, hogy én ezt úgy nem is tekintettem komoly dolognak, valószínűleg magamból indulok ki, vagy mi. De hát, hogy mondjam, ez a fő foglalkozásod, az Eurosport? Nem, alapvetően nem. Tehát alapvetően pénzügyekkel foglalkozom a mai napig is, otthonról dolgozom a számítógépen keresztül, de ez az életemnek, a szívemnek a egyik legnagyobb adománya csücske. Imádod csinálni. Az atlétikában ilyen szinten benne lehetek. Kevés atlétika van az Eurosporton sajnos, ennek megfelelően azért viszonylag kevés munka is van, viszont folyamatosan látjuk a világ legjobb atlétáinak a jelenlétét, a változását, a fejlődését évekről évről évre, és így jó úgy beszélni mindannyiunknak, hiszen akik ott vagyunk, mind a négyen atlétizáltunk, atléták voltunk, és komoly szintre jutott el mindannyiunk, hogy saját személyes tapasztalatokat tudunk megosztani a nézőkkel. No, Marci, te mire adod a fejed, vagy tanulsz valamit? Hát ugye most én eltöltöttem 2 évet kint Amerikába, előtte elkezdtem itthon az egyetemet, de amikor jött ez a lehetőség, hogy kimenjek az USA-ba, akkor ezt föl is adtam, mert úgy gondoltam, hogy az nekem sokkal nagyobb lehetőség, hogy én elmehetek Amerikába, és ott tetszetek, és esetleg ott élhetek. Ez mikor volt? Ez 2 évvel ezelőtt volt, amikor először kimentem oda, szóval akkor ott az egyetem az nem úgymond be is fejeződött itthon. Hát majd most egyébként szeretném folytatni, mert ha már itthon vagyok, akkor... Most már úgy jöttél haza, hogy újra nem? Hát ez, igazából most ez az év, ez olyan itthon is, meg nem is, tehát nem tudom 100%-ig igen biztosan, hogy mi lesz velem, de... És a sportszakmai részt illetően, tehát a pályafutásodat tekintve, ez az amerikai út, ez hasznos volt nagyon, tehát fejlődtél sokat? Igen, én úgy gondolom. Hát a mozgáskultúrám az nagyon sokat, hiszen amit itthon előtte olyan kicsit olyan középtávfutósan futottam a 400-at, vagyis ahogy mások esetleg gondolják, és kint inkább ilyen sprinteres lett a mozgásom, ami,
ami a menedzserem is úgy gondolja, hogy ez kell ahhoz, hogy tényleg jó 400-at lehessen futni. Szóval hát most már úgy tartják nyilván talán, ha jól mondom, hogy a 400 az a leghosszabb sprinttáv. Hát igen. Főleg most rengeteg olyan ember is van a mezőnyben, aki mondjuk 200 méterről jött fölfele 400-ra, és úgy futja a 400-at, hogy régen csak 200-as volt, csak abból a munkából, a gyorsaságából végig tudja futni akár ilyen 45 elejét, 44 végét a 400. És most a közelmúltban valamikor volt egy hosszabb sérülésed is. Hát igen, most januárban volt egy műtétem, volt egy porckorong sérvem, amit meg kellett műteni kint Amerikában, mert elég súlyos volt. Anyas csigolyá. L1-es, vagy L5-es, egy most fordítva, igen. Ott volt, hát egy elég sok, 2,1 centi jött ki a porckorongomból, és hát már olyan szinten volt, hogy itt éltől lefele teljesen zsíbott a lábam, nem is nem éreztem, és akkor mondták, hogy ezt muszáj megműteni, mert roncsolhatja akár az ideget is, hogy ezt sokáig így marad az állapot. És akkor január 15-én megműtöttek. Jól sikerült? Igen, azt szerencsére, hogy lekopogjam, nagyon jól sikerült, azóta nincs panaszom a hátammal. És hát ugye elég hosszú idő volt a rehabilitáció, meg az, hogy újra egyáltalán szögest húzzak, és ilyen munkát el tudjak végezni, ami valamit ér is. Na, akkor most jönne az mindaz, ami az én kíváncsiságomat illeti, hogy mi az, ami... Mitől javulnak az eredmények? Tehát mitől lesz jobb és jobb? Mert őszintén szóval kétségeim vannak, hogy különb emberek születnének. Mit gondoltok erről? Ugye, megismételni az alapot, tehát, hogy kell egy jó versenyző, kell egy edző. És ez az alapja annak, hogy ez a két ember nagyon hát jól működjön egymással. De hát ez mindig volt, igen, nem? Igen, azért mondom, tehát, hogy ez egy nagyon fontos. Tehát, amikor nézőknek arról beszélünk, hogy honnan indul ki az egész, akkor ez az alap. Tehát, ha ez nem működik jól, valaki keresi az edzőjét és megy állnon, akkor abból sosem lesz jó eredmény. Én azt gondolom, és azért unosunk talán ez a példa jut eszembe, hogy az a Jesse Owens, aki 10-2-t futott 35-ben, az nem lehetett tehetségtelenebb vagy rosszabb, mint az a Usain Bolt, aki ugye 9-40 nem tudom mennyivel tartja a világcsúcsot. Tehát mik mutatják a különbséget? Vannak számomra is objektiválható apróság. Például itt van, amit elhoztál, ugye ez a rekordtán. Ezzel feltétlen, ugye javultak az eredmények a műanyagpályától. A salakhoz képest. Ugye nem beszélve arról, hogy ugye ezek a fiúk még ott back 35-be ásták kis ásójukkal a lábuknak a helyet, amiről elrugaszkodjanak. És kíváncsi volnék, hogy a Usain Bolt kapna egy salakpályát, és egy kis ásót, és fusson, hogy meg tudná ezt a 10-2-t futni. Mit gondolsz? Meg tudná futni, mert hogy más minőségben éli az életét már az atlétikai pályán. Egyébként, ha már rekordtán, akkor ez a rekordtán is már egy elavult technológia. Ez az atlantai olimpiai pályáról. Ott még az olimpiai pályá lett földarabolva. Tehát mostanában mondópályák vannak, amik még beton, még keményebbek, még inkább a beton felé hajlanak, mert még eredményesebb lehet egy versenyző rajta, hiszen ahogy a szöge hozzáér a talajhoz, annál erősebben tud visszaadni energiát a versenyző számára. Tehát a pálya ilyen. Igen, viszont ez borzasztóan izületeket nagyon terheli. Tehát nekem is a pályafutásom vége felé rengeteg sérülés azért jött, mert az ember elnyűvődik szinte ebben a környezetben. Tehát magyarán ez káros az egészségre, mondjuk. A hosszabb távon igen. Én azt gondolom, hogy az, hogy valakinek mondjuk van 5-6 jó éve, az manapság már egy nagyon nagy dolog. Egy-két évente cserülik a mezőnynek egy komoly része, mert ezt a fizikai terhelést, amit el kell végezni ahhoz, hogy a versenyző a legjobbak közé emelkedhessen, ezt fizikailag a szervezet, az embernek az anatómiája nem képes. És mi ez a fizikai terhelés? Hát mennyivel tér el a egykoritól? Egykori nem a múlt századot értem, vagy nem tudom mit, hanem azért, mondjuk a te éveidben azok, akik akkor a csúcson jártak, atlétikában, nem tudom már neveket, nem tudnám, csak ha mondod, emlékeznék vissza rá. Miben dolgoztak kevesebbet, vagy mennyiben? Hát az a hőskor volt, ha úgy nézzük, hiszen meg se közelítik azokat az eredményeket, amikor én ott voltam a pályán, mert ugye a Kevin Young akkor futott a világcsúcsát, Samuel Matéte világbajnok volt, és 47-02-es egyéni csúcsa van, 47-10-es,
Derek Atkins, aki az olimpiai bajnok volt Atlantában, Stefana Di Galgana, aki az európai csúcstartót, ezek mind 90-es években teljesítettek a legjobban, velük kellett versenyeznem. Hát ez pek az én pályafutásomban, hogy pont velük kellett, és a hasonló minőségű, általában színes bőrű mindegyiket legyőzted egyszer-egyszer, ezeket a nagyokat. Kevin Youngot is. Igen, őt is. Úgyhogy ezekre mind büszke lehetek, de hát a világversenyeken azért ők voltak mindig ott az élen. Amiben ők talán mások voltak, hogy a felkészülési körülményeik, az időjárás, amiben tudtak edzőtáborozni, egy állandó paraméterek voltak. Marci megtapasztalta azt Amerikában, milyen az, hogy egész évben jó időben lehet edzeni. Aha, tehát ez egy abszolút, tehát most már pálya, mint egy olyan tényező, amelyik gyorsítja a dolgot, ugye a salakkal szemben a műanyag, másrészt ugye a rajtgép, vagy minek most is úgy hívják. Rajtgép, igen. Hát az nem sokat változott. Bármi lehet. Bár mögöttem van valami lábomnál, amiről el tudok ugaszkodni, az nem meghatározva onnantól, hogy milyen. De hát mégiscsak állítotok rajta valamit. Hát csak, hogy kinek mi a kényelmesebb, úgymond, vagy hogy tehát nyilván ezt is az edzővel mindenki, amikor az edző nézi a rajtot, megbeszélik, hogy kinek hogy jobb az úgymond az elrugaszkodás. Tehát passzítja a saját stílusához. Ki hogy tud felállni, milyen rövid kell a lábához. Akkor ezek én azt lehetem mondani a saját életemből, hogy ugye az olimpiai csarnokban tudtam fedett pályás időszakban készülni, ami egy 180 méteres kör volt, nagyon erős, megdöntött kanyarokkal az én gerincem is ott ment tönkre, meg az Achilleszem azokban az edzésekben, mert novembertől márciusig nem nagyon volt lehetőség sprint munkát elvégezni, hiszen kint hideg volt, fagy volt, hó volt, vagy éppen latyak. És amikor már abban a versenyzői pályafutás, annak a részében voltam, hogy a világ legjobbjaival edzhettem és versenyezhettem együtt, akkor már Dél-Afrikában mentem edzőtáborozni, és Pirjev Attila volt az edzőm, a menedzserem, és ő már akkor el tudta azt intézni, hogy 2-3 hónapra Dél-Afrikai Szövetség meghívásával, ottani versenyeken részvéve, én ezt a január-február-március időszakot, ezt 30 fok, állandó hőmérséklet, meleg, és távol minden gondtól, nehézségtől. Tehát ilyen körülbelül az időjárás legyen meleg, hát és ne legyen változékony ezen belül. Az sosem tehát jó. Napos meleg, nem? És nem esős, vagy párás. Nem, az nem jó. Én mondjuk a szélsőséghez hozzászoktam, mint hogy Pars Krisztián és az összes dobóatlétánk, hiszen aki itt ez Magyarországon, az megtapasztalja a rossz időjárási körülmények között is, hogy lehet eredményt elérni. Hogyha egy világversenyen 10 fokon és esik, akkor mi magyarok szerintem sokkal jobban teljesítünk önmagunkhoz, a legjobbunkhoz képest, mint egy színesbőrű versenyző a világ bármely tájáról. Mert ő nekik az energia átadás és leadás, a teljesítmény a melege felé sokkal jobban kötődik. Hát igen, azt is akartam volna kérdezni, hogy van ez, hogy ilyen mértékig az afrikai futóatléták most már eleinte csak a hosszabb távok, és aztán most már gyakorlatilag majdnem egy kivétel nélkül minden. Mit tart nyilván a futó társadalom manapság? Mi ennek az oka? Hát ugye én gondolom úgy, hogy alapból nekik más lábbortozatuk, a láb felépítésük kicsit, mint a európai embereknek. Tehát az nekik már abban egy nagy segítség, szerintem, hogy a testfelépítésük teljesen hát, más, ha megnézi mint a őket minek. Az ember, mondjuk eltakarnak egy függönnyel atlétákat, és csak a lábukat látod, akkor az övéké nem valami szívderítő látvány. Mondjuk a hosszabb távolké, a kis vékony pipaszárlábak. Tehát nem, nincs benne a köztudatban, hogy ennek például szerepe lehet. Hát de nekem ugye pont az a jó, hogy tényleg a 5000-es, hogy ilyen pipaszárláb van, de azzal mégis úgy tud futni, olyan a keringése, hát valamit, olyan minden, hogy, tehát, hogy neki nem is kell oda izom, csak feleslegesen hátráltatna igazából az ilyen hosszú távú futásokhoz. Aha, ez a másik a dolog, ugye, hogy ezt most olvastam valahol, azt hiszem a veled készült valamelyik interjúba, hogy a táv első, vagy te mondtad ezt, te beszéltél erről, hogy van egy olyan szakasz ezeknek a távoknak, ahol az izom kell, hogy segítsen. Ugye a 100 méteres síkfutóknál fontos a nagy tömegerő, komoly izom, de aztán a táv második felében, mondjuk a 400-nál már vinni kell, mert ott már fölösleges súly. Stimmel? Olvashattam ezt. Igen, egyébként egy 100 méteres sprinter, a nézők biztos nem tudják sokan, nem vesz levegőt, vagy nem használódik fel az a levegő, az az oxigén, amit a száján keresztül vesz.
mert ott olyan gyors izommunka van, és tehát olyan gyorsan vége van. Nem fúj, valószínűleg liheg és vesz be levedő, de az oxigén nem használódik fel a szervezetben, az azonnal a savasodás formájában jelenik meg. De ez nem az a savasodás, mint ami nálunk van mondjuk 400 gáton, viszont 300 méterig mindenki képes elfutni, és ott jön egy nagyon erős fal. És sok év munka kell ahhoz, hogy az utolsó 100 méter is hasonlítson még az emberi mozgásra. És a síkon? Hát ott is van, ugyanilyen durva volt, nem kell gátakon átugrani. Ennyi a különbség összesség. Kicsit könnyebb, de ugyanott is igazából az utolsó 100 méter az a legfontosabb. Tehát legtöbbször ott dől el, hogy kinek a keringése, hogy bírja még azt az utolsó 100 métert, ki mennyire savasodik el. És innentől adottság, hogy ki képes egy adott versenytávon jó eredményt elérni. Tehát, hogyha Marcinak nem lenne jó a savasodás tűrő állóképessége, vagy az enyém nem lett volna, az akkor mi nem lehetünk volna sikeresek ebben a versenyszámban. Ebben tehát sem orvos tudomány értelmezen a gyógyszert, semmi nem tud segíteni. Ez egy adottság, hogy a savasodást hogyan viseli? Nem, biztos, hogy tudod orvostomán segíteni benne. Vannak olyan szerek, amelyekkel ezeket meg lehet növelni az oxigén felvevő képességet, csak ezek tiltott listások. Ezek tiltottak. Persze. De az alap, hogy most arról beszélünk, hogy lehet valaki sikeres egy versenyszámban, abban például az oxigén felvevő képesség és a savasodás tűrő képessége a versenyzőnek meghatározza, hogy 400 gáton tud. Ezt a képességet nem lehet edzéssel fejleszteni. Lehet, kell is, de van, akinek adottsága nem, tehát nem jön ki belőle több. Bármennyit edzhet, nem fog tudni egy bizonyos szinten tovább lépni. Ez determinálja, meghatározza, hogy a versenyző miben lesz sikeres. Lehet, hogy neki a távugrás jó, mert dinamikus, gyors. Aha. De nem jó erre, mert nem bírja azt az edzésmunkát sem, és nem tudja a savasodását olyan szinten leküzdeni, hogy abból ne álljon fejre a végére. No, és akkor, hogy mitán én nem tudom, tehát csak szorgalmazni tudom, hogy mondjátok, hogy mi van még, ami a jelenkornak az előnye a múlttal szemben, és ez hozza az eredményben a fejlődést. Rehabilitáció. Nagyon fontos. Igen. Tehát bármifajta sérülés van, ugye most Marci is mesélte, hogy a műtétét, nekem is volt porckorong sér műtétem. Abban, hogy egyáltalán a versenyző megelőzze a sérüléseket, abban jelentős szerepe van az, hogy a masszázsnak, a fizioterápiának, tehát mindannak, amit mondjuk hallunk egy vezető, futballba vezető klub, tehát legjobb kluboknál, hogy milyen hatalmas orvosi stábban és gyógymasszőri stábban, hogy a versenyzők hétről hétre tudjanak teljesíteni. De ez a legkifizetődőbb, hiszen nagyon értékes emberekről van szó, akiknek fontos, hogy hétről hétre a pályára jussanak. Magyarországon ebben mindig is szerintem nagyon nagy lemaradás volt, és mai napig is szerintem az lett, de ezt inkább Marci tudná elmondani, hogy most mi van. Viszont ő nem tudja, hogy mi volt akkor, amikor én ott voltam. Én nekem ez nagy hiányom volt mindig, hogy tehát akkor ezzel nem foglalkoztak annyira, akkor sem. Hogy... Pénzkérdése ez is. Tehát az, hogy szakemberek legyenek, és ők ebből meg tudjanak élni, ott tudjanak lenni a legjobb atléták mellett minden nap. Ez a sérülések megelőzésére és a helyrehozatalára. Igen, mert ez fontos, hogyha valakit mondjuk jól megmasszíroznak, vagy vesz egy tangentort, vagy olyan gyakorlatokat tud végezni stretchingben, ami például egy ilyen nagyon erős edzés után a savat jobban kiüríti az emberi lábból, akkor lehet, hogy ezt a típusú edzést nem 4 nap múlva tudja majd elvégezni, hanem már 3 vagy akár 2 nap múlva. És hogyha ezt a pörgést jobban föl tudja venni, akkor abból előre lehet lépni eredményben. Hiszen a terhelés elviselése az edzésekben meghatározó, hogy a versenyző hogy fog fejlődni. Világos. Tehát magyarán, ha előbb gyógyul, akkor többet tud edzeni és hatásosabb. Vagy ha meg sem sérül pont azért, mert állandóan az izmai, az izületei, az egész teste keringése folyamatosan karban van tartva, akkor nem fog megsérülni, és hosszabb lesz. Szerintem nem olyan rossz, mert itt van a helyzet. Most ugye kint láttam, hogy mi van Amerikában is. Tehát itthon is megvan a technika hozzá, meg a lehetőség is, csak úgymond itthon kicsit érzés van, hogy ezt mindenkinek magának kell felkutatni. Nincs ez így központilag megszervezve, hogy akkor minden atléta ide menjen kezelésre, ilyen kezelésre oda menjen. Tehát kint ez így jobban össze van fogva, hogy akkor a sportolóknak majdnem azt mondom, hogy van egy hely, ahova oda bemennek, és ott minden van, minden kezelés, mindent megkapnak, ami kell nekik. Tehát itthon lehet, hogy mondjuk az egyik hely az Budán van, a másik az Pesten, vagy le kell menni érte Debrecenbe, mert pont ott egy magáncég foglalkozik vele, és ezért tehát igazából nekem kell megnézni, hogyha én szeretnék egy hidegkamrás kezelést, akkor azt hol tudom megcsinálni. Mondjuk. Az, hogy meg kell nézned, még hagyján, de az, hogy tudnod kell róla, mert nem vagy köteles. De a versenyző nem az ő dolga elsősorban, hanem ez egy szervezet kéne, hogy legyen. Tehát azt abban lehetne szerintem nagyot fejlődni, azt tényleg úgy szervezettem meg, hogy igazából te csak elmondod, hogy neked mi bajod van, és,
és lenne egy ilyen központi dolog, ami ugye a sportkórháznak kéne, hogy ez legyen, de hát ott nem igazán ez működik most, hogy bemész a sportkórházba, megmondod, hogy fáj a bokám, és ők onnantól kezdve tudják, hogy hova küldenek, ilyen kezelés, olyan kezelés, minden ott helyben is el van intézve. Nem úgy, hogy akkor neked kell utána járkálni, hogy akkor elmész ez az orvoshoz, megmutatod a leleteidet, akkor elmész egy másikhoz, ott is megmutatod, akkor mind a kettő különbözőt mond, akkor most nem tudod, hogy igazából tényleg mi baj a bokádnak, és akkor utána még te keresheted, hogy hova menjél kezelésre. Tehát, jó, hát ez... akkor... Tehát ez az egész nap az igen. A baj, tehát a versenyzőnök... Hát egyáltalán nem az ő dolga, az Báltig ezt érzem ezt ebben, hogy róla kell. Gondoskodjanak, hiszen azt magad mondod, ugye jó, hogy futballistára mondtad, mert azok több pénzbe kerülnek. Tehát, de hát ez értékvesztés, ez egyszerűen értékvesztést jelent, hogy nem tudja kikezeltetni magát időben és rendesen, és nem tartják abba. Tehát ez is egy olyan tényező, amiben a világ a régivel szemben az eredmények javulásában szerepet biztos, játszott. Biztos, hogy benne ez nagyon meghatározó része. Mert ez tudja egy versenyzőnek a pályafutását megnövelni, illetve az eredményeket belőle kihozni. Azzal, hogy ezt folyamatosan minden nap lehetőségként ott rendelkezésére áll. Van-e még eszköz például, mint a pályatalaj? A szöges cipő az... Lényegesen nem változott, azt gondolom. Hát gondolom, hogy grammokba mérhetők, tehát könnyűek, de hát azok könnyűek is voltak. Maratonfutóknál például vannak olyan cipők, amelyeket a versenyzők egy futáshoz használnak igazából csak. Tehát annyira le van spórolva minden anyag belőle, hogy fölveszi a lábára először, fut benne valamit, hogy ne újonnan vegye föl, mert úgy nem lehet cipőt fölvenni, még egy bába se, hogy az ember akkor veszi föl először, mert tudta, hogy föltöri a lábát. De ott arra 42 kilométerre van igazából belőve a cipő, utána mehet a kukába, mert más nem alkalmas. Tehát ilyen szinten biztos, hogy lehet grammokat spórolni, vagy mondjuk 42 ezer kilométeren keresztül azt cipelni, azt a 5 grammal többet, az mondjuk több másodpercben mérhető a különbség. Tehát ilyeneket lehet csinálni. Én azt gondolom, amit még hozzá kell tenni, amiben változás van, az a táplálkozás. Abban nagy változás van azért az elmúlt évtizedek, vagy akár az 50-100 évvel ezelőtt időszakhoz képest. Tehát a minőségi táplálék megszerzése... Az mit jelent? Az személyre lebontott-e, vagy hát, nagy általános elvek? Neki csak pénzkérdése. Tehát, hogyha valaki olyan stábban van, ahol erre odafigyelnek, akkor erre is oda fognak figyelni az ő elépítésére. Itt Magyarországon megint csak azon a versenyzőnek kell utána menni leggyakrabban, hogy ő rá személyesen esetleg valaki egy ilyen diétát szabjon. Hogy abból milyen minőségű anyagot kell fölvenni. Csak azért, hogy itten magamfajta laikusok jobban értsék. Például te a pályát kezdetén, amikor már tudtad, hogy mit akarsz, tehát nem mikor kisgyerek voltál, amikor már gátfutó lettél, akkor mi volt a táplálkozásodban olyasmi, volt-e, amin most tetten érheted, hogy az most már nem kéne, vagy nem? Nem. Tehát nem tudatosság ebből a szempontból nem volt. Abban a táplálkozásban, hogy most a kollégiumban, ahol laktam, a menzán éppen mit adtak, abban nem volt, hogy abban hány kalória van, meg mennyi fehérje, szénhidrát, tehát soha nem foglalkoztam ilyenekkel. Nálam, ami nagy áttörés volt, az a táplálék kiegészítők használta. 1990 környékén jöttek be az első öncégek Magyarországra, amelyek hoztak táplálék kiegészítőket. Az akkori sportorvosok próbálták bemutatni a versenyzőknek azt, hogy ezek extra lehetőségek. És emlékszem, a Budapest sportcsarnokban volt egy ilyen tájékoztató, és ott egyedüli versenyzőként mentem el az atléták közül, vagy talán még egy lehetett ott. Tehát, hogy nem érdekelt a versenyzőket, az edzőket sem, hogy van egy ilyen lehetőség. És én ezeket folyamatosan beépítettem utána a pályafutásomban az életembe. Nálad van-e már egyfajta tudatosság, amit megkövetelnek tőled, vagy te önmagadtól e tekintetben? Amíg itthon voltam, amíg kiment Amerikában, addig nem nagyon volt nekem se, de aztán kint rögtön elküldtek egy dietetikushoz, és ő nagyjából össze is állította, hogy mit kéne ennem. Tehát, hogy, ugye, és hogy minek alapján állította össze? Hogy hát, itt hogy van egy 400-as futó, vagy megnézett, vagy megvizsgált? Hát, hogy mennyi kalóriát égetek el egy nap az edzéssel, az amúgy az edzésen kívül tevékenységemmel, és akkor ahhoz képest, hogy mennyi kalóriát kéne bevinnem. Plusz ugye nekem még 400-asnak fontos volt az is, hogy rengeteg ilyen zöldfélét egyek, ilyen brokkolit, meg ilyesmit, hogy még ezt a savasodást még azzal is kiebb tudjam tolni, segíteni tudjam, hogy akár edzéseken is később savasodjak el. És ugye ez fontos, hogy ezeket a zöldségféléket enni ezért. És meg plusz ugye összeállította, hogy tehát majdnem, hogy napról napra, hogy reggelre volt egy ilyen zöldség-gyümölcs turmix, akkor ilyen magvak, fehérje bele, tehát tényleg
megmondta, hogy akkor reggelre ez van, ebédre ez van, vacsorára ez van. Tehát nem az, hogy majd ha én itt akarok, akkor egy kis hamburgert teszek kólával, vagy ilyesmi, hanem tényleg le volt szabályozva, akkor mikor mit kell. És tartottad is ott? Igen, igen. És tartod-e ma? Itthon is próbálom, bár itthon nehezebb azért, mert például rengeteg, tehát nincsenek meg azok a készítmények, amik kint megvoltak. Vagy nehezebb beszerezni, mondjuk kint próbál, vagyis mindig elmondta, hogy próbáljak venni mindenből úgymond ilyen biót, organikus dolgokat, mert nyilván azért manapság egyre kevesebb tápérték van a dolgokban. És ugye kint ez könnyű volt megtalálni, de itthon alig vannak még ilyen boltok, akik ezzel foglalkoznának itt Magyarországon. Nem terjedt el annyira ezek a biozöldség, biogyümölcs, organikus húsok, ilyesmi. Egy szó mint száz. Hátrányos helyzetben van egy hozzátok hasonló atléta a kinti világbeliekkel szemben, kérdezem, mert ebből az sejlik ki egy kicsit. Hát én azt gondolom, hogy ez alapvetően befolyásol minden sportolót, nem csak az atlétákat itt Magyarországon, hanem más sportolókat is. Nekem azért nagy előny volt, amikor Tatára jártunk edzőtáborozni, és nekem azért volt olyan 2-3 évem, amikor 3-4 hónapot Tatán éltem. Ott sem volt már minden tökéletes, mint amilyen a 70-es, 80-as években, hogy tényleg az egy központi hely volt, de az étkezés például azt megcsinálták nekünk. Nem kellett nekünk utána menni, és biztos volt valamilyen tudatosság is abban, ahogy ezt összeállították. Mennyiségre is sem megvolt, a dobóatléták is jól érték magukat, sprinterek is, gátfutók, ugrók, bárki de meg tudta találni. De nem ugyanazt tették. Mennyiségben ettek különbséget, de ugyanazt tették egyébként. Mert a dobóknak 10 rántott hús kellett egy estére, nekem elég volt 3. De egyébként azt a környezetet nagyon szerettem, mert ott azért a rehabilitációs lehetőségek is messze felülmúlták az átlagosan, mint Budapesten van. Hiszen volt lehetőség úszni menni, volt lehetőség orvosi rendelőben kezeléseket kapni. Múlt időben mondod, hát most nincs már, nem létezik van, ilyen? De nagyon kevesen használják azt gondolom a tatai edzőtábort. Mert hogy inkább külföldi edzőtáborba mennek? Hát főleg az időjárás miatt is. Én például addig életemben hát 3-szor, ha voltam Tatán edzőtáborozni, de amikor én voltam, nekem akkor már nem úgy tűnt, hogy ez egy igazán profi dolog. Jó, meg volt a konyha, kaptunk enni, talán elvétve találtunk valamelyik hétköznap egy masszőr, de azért nem úgy láttam ezt a tatai edzőtábort, mint ahogy esetleg régebben mesélték, hogy ott tényleg az egy központi felkészülésre egy alkalmas hely volt. De akkor valahol most már nagyon sokáig kérdezősködnék, nincs már rá időm sajnos, akkor eljutnánk oda, hogy lényegében pénzkérdés ez, mert megszerezni a tapasztalatot utazással jár és tanfolyamok elvégzésével, hozzálátni ahhoz, hogy beszerezni mindazt, ami ehhez kell, az is anyagiakon múlik. Nekem, hogy úgy mondjam, rossz magyar kifejezéssel élve, az jön le, hogy itt erről van szó, hogy a hátrányt az okozza, hogy kevés a belé fektetett anyagi. Legtöbb esetben egyébként erre vezethető vissza. Ha lennének Magyarországon olyan szakemberek, akik ebből élhetnek, tehát annyi munkájuk van, és annyi pénzt kapnak ezért cserébe, nem kell más csak csinálni. Ezt csinálhassa, akkor valószínűleg ebben fejlődés lenne az országban is. Ezért inkább elmennek a versenyzők külföldre, legyen az egy edzőtábor. Én a barcelonai edzőtábort tudom kiemelni, az olimpiai edzőtábort Szentkugátban. Az volt az edzőtábor, te voltál ott egyébként? Igen, voltam. Ahol minden egy helyen volt. Minden egy helyen volt. Tehát ott még bentlakásos iskola is volt azoknak a fiataloknak, akiket kiválasztottak az országból is, és ott tanították és edzettek mellette. Az úszodától a rehabilitációig, az orvosig, aki megcsinálta a legfontosabb kezeléseket, amire szükség volt. A szállás, étkezés, minden zseniális. Alapvetően a spanyol atléták számára. Igen. Igen. De mi is, mint külföldiek. De csak azért kérdezem, mert azok az elmúlt évtizedekben így jöttek föl. És stabilak, tehát, hogy mindig van utánpótlás és képzett atléta mögöttük. De ha egy ilyen profi hely lehetne itthon is, akkor ugye nem kéne mindenkinek elutazni külföldre. Nagyon. És most, hogy a jelenre térjünk, most már hol tartasz, mire készülsz, melyik fázisában? Meggyógyultál? Hát igen, a hátam az most úgy néz ki, hogy tünetmentes, tehát újra elkezdtem az érdemi munkát, újra elkezdtem kicsit súlyozni és ilyesmit, tehát kiderült, hogy bírni fogja valószínűleg a hátam a továbbiakat. Mert ellenőrzik? Igen. Tehát ilyen járok kontrollemerire is pár havonta orvosokhoz, tehát hogy nyilván ezt nagyon oda kell most már figyelni rá erre a porckorong sérültán, tehát ez mégis maradandó dolog lesz az életemben. Rengeteg gyógytorna, gyakorlatok, ott a mellette lévő izmokat megerősíteni, tehát
nem múlik el úgy nap, hogy ezt a kiesett idő nem okoz kárt? De hát az is nagyon, mert az utóbbi 3-4 évben nem nagyon tudtam ugye edzeni. De azt még ugye be lehet pótolni. De viszont ami tényleg fontos, hogy muszáj ők odafigyelni ezekre a rengeteg kiegészítő dologra. És mondhatnám, hogy nem is nekem az a legfontosabb, hogy a pályának megcsinálok edzést, hanem ami mellett, hogy a hátamra egyszerűen vigyázzak. Mert ha az nem bírja, akkor ugye vége van az egésznek. Azt mondják mindig a sérülésre, hogy egy versenyző annyit tud, annyit képes leadni az energiáiból és a tehetségéből, amennyit a leggyengébb pontja bír. Hát sok sikert kívánok hozzá, és neked, dr. Kovács, mik a terveid? Most már nem készülök nagy futásokra, azt a pályafutáson befejezés utáni következő 3 évben megcsináltam, tehát maratonokat, félmaratonokat, többet futottam. Az elmúlt 7-8 évben golfozással töltöttem az időt, amiben egyrészt van egy olyan fizikai aktivitás, hogy az ember 10-12 kilométert lesétál, még egy pályát végigmegy. Jó levegőn vagyok én, kicsit kiengedem én is a feszültséget, a gőzt a hétköznapokból, de az a keringésemre, a légzésemre nem ad semmifajta megoldást, tehát ehhez kéne a futást visszavenni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szállítáltok az időt, nézőkre és rám is. Köszönöm szépen. Legjobbakat.